A legközelebb eső munkanapot terveztük a gyereknapunk megtartására itt az óvodában. Bár azt mondhatom, hogy minden nap gyermeknap van az óviban, az óvodai nevelés arról szól, hogy mindig a gyermek legyen a középpontban, de ez a nap azért mégis kicsit másabb, mert másfajta játékokkal, másfajta szellemiségbe fordulunk hozzájuk, amit tényleg a legeslegnagyobb figyelmet szenteljük ezen napon és ezen órában rájuk. Bármint említettem, nem csak ez a nap szól róluk. Különféle játékokat terveztünk, különféle versenyjátékokat, vagy szabadon választható mozgásos játékokat, mert ugye nagy a mozgásigényük. Ezen kívül azért voltak asztali játékok, ábrázoló tevékenységhez különféle eszközöket raktunk ki, aszfaltkrétákat, filctollakat a zárt kis babaházba rajzlapokkal, volt fakirakó különféle változatos formákkal, kosárba célbadobós játékot raktunk ki még az udvarra, gördeszkázhattak hason, ülve, társukkal, volt minitraktor, ami még újdonság volt, hogy helybe fagyiztunk, hogy nem kellett kimenni az óvodából, hogy fagyizhassanak a gyermekek. Itt alapvető magatartási formákat is elsajátítottak a kérem, köszönöm, és az udvarias viselkedési formákat, ahogy viselkedünk egy cukrászdában. De mindenféle más jóval is készültünk még ajándékokkal, szintén mozgásos játékot választottunk hazavívős ajándékként, egy kis labdát és egy labda elkapó játékot. Külön köszönjük szépen a Léda cukrászdának a fagylalt törcséreket, ami felajánlásuk volt a gyermeknapunk alkalmából, és külön köszönjük az önkormányzat jóvoltából a kis meglepetést, a ibolit és a sportszeletet. Gazdag élményekben részesültek a mai nap a gyermekeink, nem csak a szívükben és emlékezetükben lettek gazdagabbak, hanem egy kis ajándékokkal is, amiket hazavihetnek. Itt nem csak a gyermekekre, hanem mi magunkra is kicsit gondoltunk, mert mi belőlük töltekezünk, mi is nagyon jól éreztük magunkat, együtt játszottunk, mókáztunk és nevettük velük, úgyhogy remélem továbbiakban is megadatik mind nekünk, mind a gyermekeiknek, hogy boldog gyermekkoruk legyen.